Rohamrendőrök lepték el ennek a kálósemjéni családi háznak a bejáratát néhány nappal ezelőtt. A gyanúsított aztán ajtót nyitott, a hatóság emberei pedig azonnal földre vitték őt. Az alapos gyanú szerint ő és testvére 2016-tól kezdetben külföldön, majd Magyarországon szervezett prostitúciót. Felnőtt nők és egy kiskorú szolgáltatásait hirdették az interneten, és biztosították szállításukat nyugat-európai országokba. A gyanúsítottaktól nagyértékű készpénzt, autókat és ékszereket foglalt le a hatóság. Lányokat szerveztek be, lányokat tévesztettek meg azzal, hogy szerelmet ígértek nekik, szerelmet szilleltek feléjük, és utána rávették ezeket a nőket, lányokat arra, hogy prostitúciós tevékenységet végezzenek. Az ebből származó jövedelmet pedig a gyanúsítottak, a két férfi élte fel. Munkahelyük, jövedelmük nem volt, lényegében kizárólag a lányok, a nők tartották el őket. Ezt a tevékenységet Magyarországon is folytatták, illetve megszervezték, hogy a prostituáltak kiutazzanak Nyugat-Európába, és ott végezzék ezt a tevékenységet, ahonnan a pénzt hazaküldték nekik. Magyarországon, amikor itt dolgoztak a lányok, akkor a gyanúsítottak biztosították ehhez a helyet, tehát lakást béreltek erre a célra, hirdetéseket adtak fel különböző szexoldalakon, és így biztosították azt, hogy minél több vendége, kuncsaftja legyen a lányoknak. A rendőrök a két férfit kitartottság büntette és más bűncselekmények gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, az ügyészség indítványára pedig az illetékes bíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A nyomozás jelenleg is zajlik.